A Night Guard biztonsági őrök segítik a rendőrség munkáját. Minden gyanúsított ártatlan, míg bűnösnek nem nyilvánítja a dél-afrikai törvényszék. A dél-afrikai Johannesburg a világ egyik legveszélyesebb városa. Hagyjatok békén, kik vagytok ti? Gangsterek uralják a várost, akik a pénzért bármire hajlandóak. Rám lőtt! Mi azért vagyunk, hogy megvédjük az ártatlanokat. A Halloween nem dél-afrikai ünnep, de egyre népszerűbb itt is. Jó vagy, cimbora? Nemrégiben hiányzó eszközökre lettünk figyelmesek. Két jelentős lopást észleltünk a helyszínen. Dél-Afrikában gyakoriak a fémlopások. Nem pakolhatom ki az állványokat, mert ellopják. Jöttünk letartóztatni a tolvajokat. Fordulj meg, kezeket a falra. Hol vannak a többiek? Elloptak egy autót, egy Volkswagen pólót. Figyeljük a gyanúsítottat. Ott van, ott. Állandó készültségben. Naponta átlagosan 45 autót lopnak el Dél-Afrikában. A biztonsági cégek fő feladata, hogy segítsék a rendőrség munkáját a járművek megtalálásában. Delta 1-es jelentkez! Delta 1-es jelentkez! Vége! Hallak téged, Charlie 1-es! Elloptak egy autót, egy Volkswagen pólót. Fekete színű. A rendszáma... Fekete póló, vettem. Delta 1-es, vége! Elküldöm a GPS koordinátákat. Vége. Autólopás történt. Egy fekete pólót vittek el. A csapatom a jármű nyomába indult. Ez a sokadik póló, amit mostanában ellopnak. Az összes egységet figyelmeztettem. Egy fekete Volkswagen pólót keresünk. Greenstone környékén lopták el. Figyeljük a gyanúsítottat. Ott van, ott. Egyezik a leírás. Tiszta a környék. A táska még benne van. Charlie 1-es, jelentkez! Itt Charlie 1-es. Megtaláltuk a járművet egy út szélén, üresen. Hívd ki a rendőrséget. Elloptak egy autót Greenstone környékéről, az egyik ügyfelünktől. Szerencsére megtaláltuk az autót, de a gyanúsítottak eltűntek. Mint látják, a gyanúsítottak lerakták a járművet egy mezőn, és itt hagyták. Szerencsére látok néhány új lenyomatot az autón. Ha megérkezik a rendőrség, mintát vesznek az új lenyomatról, amit megpróbálnak beazonosítani. De sajnos az elkövetők eltűntek.
Viszont valószínűleg az autóban lévő értéktárgyakat ellopták, szóval félig jó, félig rossz vége lett a történetnek. A jármű meglett, de az áldozat ingóságait ellophatták. A csapat remek munkát végzett, megtalálták az autót. A gyanúsítottak ismét kereket oldottak. El kell kapnunk őket. A magas bűnözési ráta miatt a biztonsági rendszerek, főleg a beléptető technológia jelentős fejlődésen esett át. Több szintű biztonsági rendszerről beszélhetünk. Elektromos kerítés, kapu, biztonsági őrök, kamerák, lézeres érzékelők. A dél-afrikai házak többségénél elektromos kerítés van, mert az egyik leggyakoribb bűncselekmény, hogy a betörők átugranak a falon, betörik az ablakot, és pénztárcát vagy laptopot lopnak. Feszültség van rákapcsolva. Annyira nem erős, hogy megölje az illetőt, de cselekvésképtelenné teszi. Ami még ennél is fontosabb, hogyha hozzáér az elektromos kerítéshez, akkor az jelet küld a központnak, és figyelmezteti a biztonságiakat, hogy betörés van folyamatban. Ekkor kimegyünk és letartóztatjuk a rossz fiút. Most elmegyünk egy lakóövezetbe, ahol több ház található egy helyen, és kapuval van védve. Olyan, mint egy kis közösség. Menjünk, megmutatom. Sajnos a betörők idővel megtalálták a kiskapukat. Néhány bűnöző banda felvette a kapcsolatot az elektromos kerítések telepítőivel, hogy megtudják, hogyan működnek. Megtudták, hogy okozzanak rövid zárlatot anélkül, hogy ne küldjön figyelmeztető jelet a kerítés. Tehát amilyen jó védelmet biztosít, annyira jól karban kell tartani és tökéletesen felszerelni. A lakóparkokban, ahol jelen vagyunk, mint biztonsági szolgálat, lehet 15 ház, de akár 200 is. Ezen a környéken 150 az átlag. Ez a lakóparkhoz nemrég telepítették az elektromos kerítést. Amint látják, egyedi merevítőrudak készültek hozzá. Dél-Afrikában minden elektromos kerítést hitelesíteni kell, hogy a megfelelő kapacitáson működjön. A kerítésekbe fontos beépíteni az úgynevezett hurkokat, mivel az elkövetők hosszú rudakkal érkeznek, amikkel kitágítják a húzalokat, hogy átférjenek közöttük. A beépített hurkok miatt a bűnözők nem tudják szétfeszíteni a húzalokat, így nem tudnak bemászni. Amint elkezdenék széthúzni, már megszólal a riasztó. A biztonsági őrök oda mennek, és a mi csapatunk is értesítést kap az irányítószobából. Ennél az oldalnál javasoltuk, hogy vágják vissza a faágakat, hogy azok véletlenül se érjenek hozzá a kerítéshez. Erre van szükség, hogy megvédd a területet. Ha az általunk őrzött lakóövezethez érkezel, egy biztonsági őr üdvözöl téged, aki leolvassa a járműved rendszámát és ellenőrzi a jogosítványodat. Ez összeköttetésben van egy adatbázissal, ami még azt is jelzi, ha lejárt a jogosítványod. A rendszámfelismerő kamera fotót készít a rendszámtábláról. Tudatja a biztonsági őrrel, hogy keresik-e az autót valamilyen bűntény vagy bármilyen gyanús cselekmény kapcsán. Tehát ellenőrzik a szemét és a járművet is, hogy tudjuk, ki jött a környékre. Így kontrolláljuk, hogy ki jön be és ki megy ki a területről. Ez egy lakóövezet, ami különbözik a lakóparktól. Más szabályok érvényesek rá, saját bizottsága van, akik a bűn ellen harcolnak. Mi benyújtjuk a javaslatainkat, amiktől szerintünk biztonságosabban érzik magukat a közösség lakói. Legyen az címkéző rendszer, szkennelő eszközök, kamerák. Néhány ingatlanon megkövetelik, hogy minden egyes látogató leadja az új lenyomatát. Így távozáskor csak a saját új lenyomatod leolvasásával engednek ki. A még fejlettebb lakóövezetekben arcfelismerő kamerák is vannak. Mivel ilyen magas szinten van a bűnözési mutató, szükségesek ezek a beléptető rendszerek. Ezekkel az eszközökkel 90%-kal csökkentettük a bűnözési rátát a rossz környékeken. Működik, biztonságban vannak a lakók. Most már a családok sétálhatnak az utcán, a gyerekek bringázhatnak a környéken. Ismét szabadnak érezhetik magukat.
Dél-Afrikában több mint 238 rablás történik naponta. A rendőrségnek megoldást kell találnia erre az egyre súlyosabb problémára. Önvédelmi tippek első jelenet. Adna tüzet, főnök. Ez az álomautóm. Nagyon tetszik. Mikor adja nekem? Akkor ad egy gyújtót. Az első jelenetben egy fickó az autójában ült, telefonált. Valaki odamegy, próbálja elterelni a figyelmét. Jön egy másik fickó, elveszi a telefonját, mire feleszmél, az elkövetők már eltűntek a bokorban vagy a parkolóban, vagy beszálltak egy kocsiba, ami rájuk várt. Az ilyen esetek nap mint nap megtörténnek a boltok előtt. Második jelenet. Adna tüzet, főnök! Ez az álomautóm. Nincs tüzem. Nagyon tetszik. Mikor adja nekem? Nincs. Add az órád és a telefonod. A második jelenetben ugyanaz a helyzet. A fickó oda sétál. Eltereli a figyelmet a másik oldalról, ahol érkezik egy másik ember. Kést nyom a torkához. Elveszi az óráját, telefonját és eltűnik. Az ilyen esetek 3 másodperc alatt megtörténnek. A mai tippünk az, hogy amikor a forgalomban vagy egy bolt előtt várakozol az autódban, húzd fel az ablakot. Ne nyomkodd a telefonot folyton. Válaszolj az üzenetekre, amikor hazaértél. Hidd el, ha 10 perccel később írsz vissza, nem dől össze a világ. Tedd el a telefont, húzd fel az ablakot, és mindig legyél óvatos, ha megállsz a forgalomban. Főnök! Van egy kis pénze? Pénz, pénz! Hé, figyeljen, itt vagyok! Uram, figyeljen rám! Itt vagyok! A Halloween nem dél-afrikai ünnep, de egyre népszerűbb. Régen ünnepeltük a Guy Fawkes napot, amikor a gyerekek élvezhették a tűzijátékot, mára betiltották, és az állatokra is rossz hatással volt. Ezért a gyerekeknek a húsvéton kívül ez az egy alkalmuk van, hogy édességet szerezzenek. A legtöbb lakóövezetünkben megtartjuk a Halloween-t. Én apám házában szoktam lenni ilyenkor, és osztogatunk édességet a gyerekeknek. A gyerekek nagyon élvezik a csokit vagy csalunk játékot. Nézd meg az én jelmezemet! Bárki tarthatja a Halloween-t, aki akarja. A gyerekek szeretnek beöltözni, és nagyon élvezik, hogy begyűjthetik a csokikat. Ma este bejárjuk a környéket a gyerekekkel. Beszerezhetik az édességeket, és már nagyon-nagyon izgatottak. Jól játszod a szerepet. Minél idősebbek a gyerekek, annál jobban beleélik magukat. Múlival szeretünk ilyenkor szórakozni egy kicsit. Nézzetek anyára! Hello, gyerekek! Anne, állj meg itt szépen! Julia, ne gyere ide mellém! Idén nem igazán lett jelmezem, ezért apa vett nekem egy köpenyt és ezt a maszkot. Összeraktam őket, és kész a jelmezem. A nevetésre szükség van az életben. Azért vagyunk itt, hogy megünnepeljük a Halloween-t. Kicsit együtt van a család. A gyerekek mennek édességet gyűjteni. Az est fénypontja volt, amikor a gyönyörű unokahugaimmal, unokaöcséimmel és gyerekeimmel lehettem együtt. Láttam őket nevetni.
Te kis rózsák! Erre felé ijeszgessünk, vagy arra? Erre. Jó vagy, cimbora? Az anyukák is megijedtek? Mit kell mondani? Köszönöm. Nincs mit, angyalom. Vicces volt látni, ahogy zénék ijesztgetik a gyerekeket és a felnőtteket is. A kocsiából ijesztő zene szólt. Nekünk idén nem volt időm semmivel készülődni, ezért a feleségem vett nekem egy maszkot. Végül is jól jött ki a dolog. Elbújtam a kocsi mögé, és megijesztettem azokat, akik elhaladtak mellettem. Ugorjatok ki, mielőtt jönnek. A gyerekek szeretnek megijedni. Utána mindig kinevetnek minket. Ez volt a Halloween. Jól érezték magukat a gyerekek. Sok embert megijesztettünk. Az egyik legjobb volt. Főleg a maszkoddal. Nem mondhatnám, hogy kimondottan dél-afrikai ünnep, de a kicsik élvezik az ijesztgetést és az édességet is. Megijedtél? Ijedj meg! Remekül sült el. Jól érezték magukat a lakók, a gyerekek. Szeretünk néha játszani. A JK Custom csinálta néhány autónkat. Elégedettek vagyunk a munkájukkal. Ők csinálták az első két taktikai járművünket. Bevittünk nekik két Golfot, most nézzük meg őket. A matricázást a JK Customs csinálja. Ők rakják fel a jelzéseket és a logókat. Remek munkát végeznek. Mindig sikerül ugyanazt a minőséget hozniuk. Nem különböznek egymástól az autók. Elkészült az első két sürgősségi autónk. Munkába állítjuk őket a JK Customs-es rácokkal, akikben 100%-ig megbízom. Pontosan tudják, hogy mit akarok. Nagyon izgatott vagyok, hogy lássam az új autókat. Éppen kiegyenesítem a matricát. Ellenőrzöm, hogy megfelelően álljon. A fekete-piros színek a részünké váltak. A piros a vérünk, mert ez a szakma a vérünkbe ivódott. A fekete pedig az éjszaka, mert általában este vagyunk kint az utcákon, és üldözzük a rossz fiúkat. Szárazon visszük fel, mivel a Night Guard-os rácoknak nincs sok idejük várni, hogy megszáradjon. Ezért megtanultuk, hogyan vigyük fel gyorsabban. Már annyi autót csináltunk a Night Guardnak, hogy tökélyre fejlesztettük a technikát. Igen, sokat gyakoroltuk. Ezt a két Golfot arra használjuk majd, hogy támogassuk a sürgősségi taktikai egységeket. Ha lövöldözés van a helyszínen, reagálni tudunk rá. Amíg a mentők foglalkozhatnak a meglőtt személyekkel, addig a mi embereink tovább üldözhetik a bűnözőket. Egyszerre támadunk és életet mentünk. Az orvosok gyakran megsérülnek útközben, mert amíg ellátják a sebesülteket, rájuk senki sem figyel. A Night Guard stratégiája, hogy együttműködünk a sürgősségi szolgálattal. A mi járművünkkel szállítjuk az ő embereiket is. Miközben akcióba vonulunk. Ez a célunk, hogy életeket mentsünk. Mi akarunk lenni a legjobbak, és nem fogunk leállni. Megmentünk minden életet, amit tudunk, és elkapjuk a rossz fiúkat. Kész. Lehúzzuk a transferpapírt.
A piros és a fekete nagyon jól mutat együtt, és segít megkülönböztetni a többitől. Az új lenyomat a Night Guard logón 45 éves múltra tekint vissza. Apámnak volt egy nyomozó irodája sok évvel ezelőtt. Mindig volt új lenyomat a logójában. Tőle vettük át. Felrakjuk a kerékre a feliratot. Speciális gumiragasztót használunk. Felvisszük a betűkre. Azonnal megköt. Hozzáér a gumihoz, utána már nem jön le. Csak tegyük jó helyre. Így néz ki a folyamat. Eltávolítjuk a transferpapírt. És kész a felirat. Ideje megmutatni a Night Guardnak. Még nem látták a kocsikat, szóval meglepjük őket. Kigurulunk velük. Srácok, tudtam, hogy rátok kell bíznom ezt a melót. Jól néz ki, ugye? Nagyon, baromi jó. A gumifelirat szuper. A JK Customs nagyszerű munkát végzett Zén új sürgősségi járművein és Reinhardt autóján. Én is elviszem a kocsimat, amint tudom. Ugyanezt a mintát szeretném rá. A kocsik állatira fantasztikusak lettek. Odáig vagyok a srácok munkájától. Tutira nem megyek máshová. Itt a kulcs, Zane. Kéne egy ilyen mágnes a játékterembe és a gyerekeknek. Bedobják az érmét és visszahúzzák. Köszi, hogy minket választottál. Én köszönöm a munkátokat. Nagyszerű munka, köszönjük. Nem ez volt az utolsó, az biztos. Móli! JP látta, milyen jó lett a golf. Ő is megcsináltatja a Merciét. A következő néhány hónapban kipróbáljuk élesben ezeket az új sürgősségi járműveket. A vasat 3-5 rand per kilogrammos áron, a rezet 15-30 randért adják el a fémtolvajok. A gyanúsítottak építkezésekről boltokból lopnak fémet. Ma két építkezésen nyomozunk. Az egyik helyről állványokat loptak el. Gyanítjuk, hogy egy fémkereskedővel van dolgunk. A fémhulladéklopások gyakoriak Dél-Afrikában. Betörnek az építkezésekre, elviszik az állványzatokat. Jó pénzt kapnak érte a súlyuk miatt. A tolvajok nem állnak le. Folyamatosan betörnek építkezésekre. Ezek az állványok viszont jóval többe kerülnek, mint amennyit ők kapnak értük. A kamera rögzített valamit? A kamera csak innentől odáig lát el. Egyre nagyobb gondot okoz. Nem pakolhatom ki az állványokat, mert ellopják. Azokról az acélszerkezetekről van szó, amit épületek mellett látni. Azon tudnak felmászni, hogy folytassák az építkezést. Ezeket lopták el a tolvajok. Ez olyan, mint egy édességbolt a tolvajoknak. Megmutatom, miért. Átmászom a kerítésen.
Az őr mondjuk éppen arrafelé sétál. Én megyek és elbújok e mögött. Tiszta sor! Azt viszek el innen, amit akarok. Van egy átmeneti település 500 méteren belül. Plusz 3 fémkereskedő. Garancia a katasztrófára. El kell raknotok a csalit. Megmutatom a kocsit, amit keresni kellene. Rendben. Egy másik építkezésen most ugyanez a probléma állt elő. Jack megkeresett azzal, hogy sok lopás történik az építkezésén. Légkondicionálással foglalkoznak. Hotelekbe, kórházakba szerelnek be modern légkondicionálókat. Sok tolvaj fordult meg ezeken az építkezéseken, ezért a segítségünket kérték. Beépítettünk néhány kémet, akik információval szolgálnak nekünk és Zsáknak. Jöttünk letartóztatni a tolvajokat. Van egy 6-7 főből álló listánk. Végig megyünk a neveken a vállalkozókkal, és megnézzük, mit szólnak hozzá. Nemrégiben hiányzó eszközökre lettünk figyelmesek. 2 jelentős lopást észleltünk a helyszínen. Az elsőnél jutalmat kínáltunk a megtalálónak, a másodiknál még nagyobbat. Végül az egyik alvállalkozóm odajött hozzám azzal, hogy tudják, kik voltak, és hajlandóak beszélni. Megkerestük a Night Guardot, hogy csapdát állítsanak, ami úgy néz ki, hogy bejött. Fordulj meg, kezeket a falra! Felmentünk a 9-re, kerestünk 6 gyanúsítottat. Egyet rögtön elfogtunk. Köszönöm! Mi van a többi srácnál? Hol vannak a többiek? Fordulj meg! Kezeket a falra! Kezeket a falra! Hátra a kezeket! Kezeket a falra! Falra a kezeket! Hátra a kezet! Hol a másik? Kifelé! A legfontosabb része a kihallgatásnak, hogy szétválasszuk a feleket. Hogy senki se tudja, mit mond a másik. Egy kérdésem van. Ki vitte el a rezet? Nem tudom. Figyelj, látom, hogy nehéz a légzésed. Tudom, hogy rejtegetsz valamit. Ki lopta el? Nem tudom. Lecsuknak, érted? Tudod, miért vagy itt? Rezet loptatok. Tudjuk, hogy öten voltatok. Jobb, ha beszélsz. A másik fickó már elmondott mindent. Megadom az esélyt, hogy gondold át. Ajánlom, hogy jól dönts. Mert ha nem nekem tálalsz ki, jönnek a rendőrök, és ők nem lesznek ennyire kedvesek. Ebben biztos vagyok. Itt a lehetőség, hogy beszélj nekünk. Szóval vagy beszélsz, vagy mész a börtönbe. Ahol bántani fognak téged. Érthető? Oké. 5 percet van gondolkodni. Azt gondoljuk, hogy a másikat megpuhították. Ezért különítjük el. Beszéljük meg szépen nyugodtan ezt a dolgot, érthető?
Hány éves vagy? 24. 24? Nagyszerű, 40 éves korodra kiengednek. Rászhatod a fejed. Hol adjátok el a rezet? Nem adtam el rezet. Dehogy nem. Nem. Oké. Jobban jársz, ha beszélsz. Különben mész a börtönbe. Hová megy a réz? Réz? A réz, meg a többi fém, amit kiloptok. Gondolkodj. Nem tudok semmit. Mész a börtönbe, hosszú időre. Nem szeretnék... Nem? Pedig a barátaid ellened beszéltek. Börtönbe akarnak juttatni. Te vagy most az első számú gyanúsított. Írásban vallottak ellened. Nincsenek barátaim. Nincsenek? De ennek a cégnek dolgozol. Több mint öten benne vagytok. Figyelj rám. Látva, hogy a harmadik gyanúsított nem igazán volt benne az ügyben, több információt is megosztott velünk. Együttműködő volt. Ő is a megoldást akarta. Állj fel! Fordulj meg! Bízom benned. Te jó embernek tűnsz, aki segíteni akar nekem. Akar segíteni? Igen. Igen, jó embernek tűnsz. Igen, segítek. Tehát hajlandó vagy segíteni? Igen. Ismered Mr. Jacques-ot? Igen. Akkor most mondd el, amit tudsz. Együtt dolgozunk. A harmadik gyanúsított együttműködő volt. Hé, figyelj ide! Gyanúsított vagy! Hány éves vagy? 28. 28. 15 évre börtönbe fogsz kerülni. 15 évre. 43 évesen fogsz szabadulni. Értetted? Börtönbe akarsz menni? Ha képes vagy bűnözni, legyen benned annyi, hogy azt mondod, igen, én voltam. Én loptam el a cuccot. Sajnos be kell keményítenünk. 500 ezer rand értékben loptak. Csak egy beszállítótól. Információink szerint másoktól is. Válaszokat kell kapnunk, és meg kell oldanunk a helyzetet. Erre kért meg az ügyfél. Ezért kapunk fizetést. A légkondikat is szétbontották. Meg kell erősíteniük, hogy a tolvajok ne tudják ellopni. Mégis betörtek, és ellopták belőle a réz összekötőket. Közben kárt tettek a berendezésben is. Lebontják a szerep egyik végét, és csavarkulcssal leszedik a másikat. Én reggel jöttem dolgozni. Az éjszakai műszakosok állnak-e mögött? Azok lopnak, akik este dolgoznak itt. A megmaradt lezet letörték, lekalapálták. A szelepet kidobták az ablakon, és később felvették, berakták a táskájukba. Tehát kidobták, aztán összegyűjtötték. Levágták ezt a szelepet, ami oda kapcsolódik, és összepréselték. Ezekért a részdarabokért nagyjából 30-40 randot kapnak kilónként. Mire összeszednek pár kilót, a vállalkozó elbukik 400 ezer randot. Egy ilyen kis valami is nagy fejfájást tud okozni. Az a gond, hogy az ekkora építkezéseken minden szabadon van. Elég, ha egy valaki elront valamit. Újabb sikeres bevetésen vagyunk túl. Két gyanúsítottat őrizetbe vettünk. Az egyik tanúskodott a másik ellen, írásos vallomásban. Most az jön, hogy rá kell jönnünk, hol adták el a rezet és az alkatrészeket. Akkor megtaláljuk a kereskedőket, akik valószínűleg a mai akció után holnapra hirtelen zárva lesznek. Mi megkeressük őket és megkérdezzük, miért vesznek lopott anyagot. De a legfontosabb az, hogy megtaláljuk az ellopott alkatrészeket. Persze magunkkal visszük Jacques-ot, mert ő tudja, hogy néznek ki pontosan ezek a cuccok. És igen, lecsukjuk a kereskedőket. Nem először csináljuk. A fémhulladék kereskedők anélkül vesznek át tárgyakat, hogy ismernék a származási helyét. Őket kell megtalálnunk. Sok vállalkozó spórolt azzal, hogy Jacques eljött hozzánk, segítséget kért, és kimentünk rendet tenni.
Segítünk az embereken és az állatokon is. Ott segítünk, ahol csak tudunk. Abból élünk, hogy biztonsági szolgálatot biztosítunk a közösségnek. Jól élünk ebből, ezért úgy érezzük, vissza is kell adnunk valamit a közösségnek. Ha egy alapítvány, egy személy vagy egy állat segítségre szorul, mi ott leszünk. Egy jó barátomnak, Alexinek van egy alapítványa. Farkasokat mentenek. Non-profit szervezetről van szó. Támogatást keres, ezért mi, ahogyan tudjuk támogatni vagy segíteni őt, fogjuk is. Mondtam neki, hogy meglátogatjuk, és játszunk egyet a farkasokkal is. Itt vannak a farkasok. Az All Hearts alapítványnál vagyunk, ami egy non-profit szervezet. Ők vigyáznak a farkasokra mögöttem. Trevort oda dobjuk az egyik elé. Néhány Night Guardossal elmentünk megetetni a farkasokat. Nem számítottam rá, hogy a srácok ennyire berezelnek. De Lionel és Jared fél a farkasoktól. Az All Hearts alapítvány non-profit szervezet. Támogatásra szorulnak, ezért az olyan emberek, mint én, adományozunk nekik, szponzoráljuk őket. Ma is ez történik. Támogatjuk Lexet és az alapítvány csapatát. Trevorral mindjárt bemegyünk ide a farkasok közé. Lehet, hogy az alsó gatyáját bedörzsölöm hússal, meglátjuk, mi lesz. Szóval ennyi. Eltessük meg azokat a farkasokat. Sziasztok, Lex vagyok az All Hearts alapítványtól. Megmentettünk egy falka kanadai farkast. Az első falka 13 kanadai farkasból áll. A második egy sarkvidék és egy kanadai keverékből és két kanadaiból. Szükségünk van a támogatásukra. Gyere, te vagy az első. Tuti nem megyek. Csak viccelek. Vigyünk egy rudat, amivel távol tarthatjuk őket. Nagyot hozzatok! Nézzétek, megtaláltam! Ne bontsd meg az alakzatot! Ki kell próbálnom. Hoztunk 6 kiló csirkét. Lássuk, mi lesz. Zane, gyere! Te is, Trevor! Olyanok, mint a kiskutyák. Nem fog harapni. Ezt ő is tudja. De vigyázz az ujjadra. Óvatosan. Adj egy csirkét. Nem szándékosan harapnak. Az ilyen ragadozók etetésénél az első félelem mindig az, hogy félsz, hogy megharapja, megszorítja a kezed. Összekeveri a kezedet a csirkével. Ez természetes félelem. De ezeket a farkasokat már jó ideje kézből eteti a tulajdonos Lex, az alapítvány főnöke. Vicces, mert tényleg ráharapnak, de amikor megérzik a kezed, nem szorítanak rá. Tehát odakap, de aztán elengedi. Nem is annyira ijesztő. Amint hozzászoksz, nagyon jó élmény lesz. El sem hiszem, hogy ennyit tudnak enni. 6 kiló csirkét hoztunk, de 20-at kellett volna. Nézd ide, Zane! Gyere, Saver! Félénk. Nagyon. Mint Lionel. Nem Lionel a neve? Tudom, hogy kiskorában verték szegényt. Ha megnyalja az arcod, az a tisztelet jele. És ha én is visszanyalok? Inkább ne próbáld meg. A farkasok odaszaladtak a ketrechez. Nézték, mi a helyzet. Nem bíztak senkiben. Talán túl sok ember volt a területükön. Nem tudták, hogy ki kicsoda.
Remek napot töltöttük Lexel és a csapattal. Mindig jó érzés támogatni egy ilyen szervezetet. Nem könnyű, amikor valaki kedvességből, szívből csinál valamit, és nincs meg az anyagi hátterük, hogy támogassák. Az olyan emberekre kell támaszkodniuk, mint én, akik kijönnek, megnézik, hogy miben tudnak segíteni. Ezt csinálja a Night Guard is. Várunk másokat is, hogy legyen a farkas falka része. A vége ütős volt. Meg akarja mutatni, hogy mire képes a motorom, és hogy mi az, ami nekünk is menne. Kimentünk a farmra két alkalom miatt. Ez a jó a farmban. Nem érzed a nyomást, hogy csinálj valamit. Bemegyünk, beszélünk velük. Szerintem találunk valamit. Gyerünk! Átverték szegény fickót. Elvett valamit magától ez az ember. Igen, te jó ég, az összes pénzem, kérem segítsenek, kérem.